Illésfalvi Iván ismét a húrok közé csapott, és megmutatta, hogyan játszik egy igazi utcazenész. A 2004-ben angol szakon végzett énekes elárulta, már a gitáros esték kezdete óta a fellépők között szerepel. Az elmúlt 6 évben közönségének száma gyarapodott, csak úgy, mint repertoárja. A programsorozaton való szerepléséről így nyilatkozott. Nagyon megtisztelő, hogy a kezdetek kezdetén, ugye ez most a 6. ilyen gitáros esték sorozat, és a legelsőnél már Felföldi Gábor gondolt rám, hogy akkor Iván, mi lenne, ha játszanál? És akkor mondtam, hogy jó, kipróbáltuk, működött, az egész gitáros esték sorozat működött, és hála Istennek évente meg tudják rendezni, mert van közönség, van érdeklődés, én meg nagyon örülök, hogy én vagyok az évadnyitó minden alkalommal. Az egyetem ifjú és öreg diákjai körében egyaránt nagy népszerűségnek örvendő fiatalember zenei összeállításában a melankolikus bluestól a vidám, egyedi stílusban megkomponált feldolgozástalokig sokféle témájú és műfajú nóta felcsendült. Arra a kérdésre, hogy mikor és hogyan indult a karrierje, Iván így válaszolt. 11 évesen kaptam egy gitárt, illetve hát kikönyörögtem a szülőktől egy gitárt, azon játszottam 3 hónapig, aztán félretettem. És 12 évesen újra elővettem, 2 évvel később pedig 90-ben fogtam magam, és kiültem az utcára megmutatni az embereknek, hogy mi van bennem, meg egyáltalán, hogy mi van. És hát lett belőle ez a 20 éves történet. Iván az elmúlt években több zenekar frontembere is volt, mint például a Kefir, a Tacskó Gazditkeres, a Körte, illetve az 5. évszak nevezetű együtteseké. Az itt született dalok közül sok fel is csendült, de az örökzöld Iván slágerek sem maradhattak ki a repertoárból. A 2 órás koncertet követően az egyetemi városrész más területein folytatódott az este, legfőképp az egykori Veszprémi Egyetem hallgatóinak részvételével.